Lehetőség a cégeknek. A Nyírbátori térség 33 településének közel 1700 vállalkozását segíti információval az újonnan megnyitott Nyírbogáti Széchenyi Programiroda. Ünnepi tanévnyitó, mintegy 1500 hallgató kezdi meg tanulmányait a Nyíregyházi Főiskolán. Mi a pálya? Mintegy 500 diákot várnak egy pályaválasztást segítő programsorozatra szeptember 14-e és 21-e között a Nyírvidék TISZK területén Nyíregyházán. A Nyírbátori térség 33 településének közel 1700 vállalkozását segíti információval az újonnan megnyitott Nyírbogáti Széchenyi Programiroda. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Magyarország az Európai Strukturális és Befektetési Alapokból finanszírozott programokra 1200 milliárd forintot kap a 2014-2020-as uniós ciklusban, amelynek 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítania. Nyírbátor térségében a 2007-2013-as uniós ciklusban közel 78 milliárd forintos uniós támogatást hívtak le. Nyíregyháza, Kisvárda és Fehérgyarmat után a megyében negyedikként Nyírbogáton nyílt Széchenyi Programiroda, amely 33 önkormányzatot és közel 1700 vállalkozást segíthet abban, hogy pályázati forráshoz jussanak a 2014-20-as ciklusban. Nagyon pozitívak a tapasztalatok. 1700 vállalkozást került a látókörünkben, mint működő vállalkozás Nyírbátor és térségében. Körülbelül 60-70 vállalkozáson már személyesen felvettük a kapcsolatot, személyes interjúk, megkeresések, tájékozódás arról, hogy milyen segítségre van szükség, illetve milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. Ezek a tevékenységek folyamatban vannak, és reményeink szerint az év végére befejezzük a velük a személyes kapcsolatot is. Értem ez alatt azokkal, akik ugye számításaink szerint potenciális kedvezményezettjei lesznek az uniós kiírásoknak. Az 1700 működő vállalkozás közül nem mind lesz sajnos az, de akit úgy látunk, hogy igen, azokkal minden személyesen kapcsolat fogunk tartani. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt évben elkezdték a térség gazdasági programjának kidolgozását. A programiroda segítségével a vállalkozások a korábbinál bővebb információt kapnak majd a pályázatokról. Reméljük, hogy pénz fog jutni a vállalkozásoknak az iroda közvetítésével. Az a célunk, hogy ha ide betérnek a vállalkozások, önkormányzatok, akkor információt kapnak a pályázati kiírásokról. A megyei közgyűlés elnöke az átadáson hangsúlyozta, a Széchenyi Programirodák a terület- és településfejlesztési operatív program forrásainak felhasználásában is segítséget nyújtanak majd. Szabolcs-Szatmár Bereg megye közel 90 milliárd forint támogatásban részesül a TOP keretből. Egy olyan hálózatról van szó, amely az országban mindenhol azonos típusú ellátást nyújt, illetve szolgáltatást közvetít a szolgáltatást igénybe vevők, vállalkozások, önkormányzatok felé egységes rendben, illetve egységes tájékoztató felületekkel. Ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy az ország bármely pontján megközelíthető módon állnak ezek az irodák a rendelkezésre, elsősorban pályázni kívánunk számára. Mindenképpen örülünk számunkra, hogy immár a negyedik iroda nyílik Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, és meggyőződésem szerint a TOP-pal is jól együtt tudnak működni majd a Széchenyi Programirodák, illetve az irodai hálózat. A Nyírbogáti Széchenyi Programiroda hétfőnként 8-tól 17 óráig, péntekenként pedig 8-tól 14 óráig várja az érdeklődőket. Mintegy 1500 hallgató kezdi meg tanulmányait a Nyíregyházi Főiskolán a 2015-16-os tanévben. Az intézmény vezetője, egyben általános rektorhelyettese dr. Kiss Ferenc ünnepi beszédében arról szólt, hogy a fiatalok gondolják végig, milyen világot szeretnének megélni, hiszen az ő feladatuk lesz azt felépíteni. Az ünnepi tanévnyitón már hagyományosan idén is jubileumi diplomákat és kitüntetéseket adtak át. Az első sorokban a jubileumi diplomások foglaltak helyet a tanévnyitón, akik 50, 60 és 70 éve végeztek a Nyíregyházi Főiskolán. Én pedagógusként végeztem, nagyon sok gyerek volt az Árok utcán, fejeztem be a tanítást. Két osztályban 80 gyerek volt, úgyhogy nagyon boldog voltam. Nagyon örültem, nagyon szerettem a gyerekeket, ők is nagyon szerettek engem.
Az új főiskolásoknak majdnem a fele pedagógus képzésre nyert felvételt idén. A 4400 hallgató közül mintegy 1500 új főiskolás kezdi meg tanulmányait a Nyíregyházi Felsőoktatási Intézményben. A tanári képzettség mellett továbbra is a gazdálkodási, műszaki szakirányok és az informatika a népszerű a főiskola képzési kínálatában. Az intézmény sok olyan képzési területet kínál, amely piacképes diplomát nyújt, ezért is választják a Nyíregyházi Főiskolát. Az ünnepi beszédében az intézményvezető arra kérte a hallgatókat, hogy minden gondolatukkal, tettükkel egy olyan világot építsenek fel, amilyen világban szeretnének majd élni. Gondolják végig, hogy ők milyen világot szeretnének, és ők milyen emberek szeretnének lenni. Mert hogy az ember által alkotott robotok már a naprendszernek a külső hatáját ostromolják. Az összes bolygót felfedezték, de gondolják végig, hogy vajon a belső világunkban felfedeztünk-e mindent. Az ember ugye azt tartja, hogy a természetet le kell győzni, én azt kértem tőlük, hogy nézzenek belülre, és hogyha találnak legyőzni valót, akkor először magukat győzzék le, és ez sikerült, akkor ha békét tudnak sugározni, akkor egy békés világot alkossanak, és ebben nyilván a szülőkkel, segítőkkel mi is a segítségükre leszünk. A jubileumi diplomák mellett az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. Mintegy 500 diákot várnak a Mi a pálya című pályaválasztást segítő programsorozatra a szeptember 14-e és 21-e között a Nyírvidék TISZK területén Nyíregyházán. A tovább tanulás előtt állók megismerkedhetnek a megyében választható szakmákkal, és tanácsokat is kaphatnak a szakemberektől. A program 2013-ban indult, és minden évben sikeres a tanulók körében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 általános iskolájából érkeznek a fiatalok a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nyírvidék TISZK közösen rendezett programsorozatára, ahol széles körben ismerkedhetnek meg a megyében elsajátítható szakmákkal. A diákok főleg 6., 7. és 8. osztályosok. Egy iskola, amikor megérkezik, két részre bontjuk őket. A csapat egyik része egy számítógépes attitűd felmérésen vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a saját tulajdonságait megpróbáljuk feltérképezni, és a tulajdonságok az érdeklődési köröknek megfelelően a számítógépes program ajánl valamilyen szakmát, szakmacsoportot. A csoport másik fele, az pedig végigmegy a tanműhelyeken, megnéz egy-egy szakmát, esetleg kipróbálja, próbálhatnak akár szerszámokat is, és utána pedig egy csere történik, tehát így melyik iskola ide ellátogat, az végül is egy komplett pályaválasztási programon vehet részt. Az érdeklődők számára a tanárok mutatják be az egyes szakmákat, megnézhetik pontosan, mit csinálnak, valamint azt is megtudhatják a diákok, hogy a későbbiekben hol helyezkedhetnek el a megszerzett tudásukkal. Sok diák tanácstalan még a pályaválasztással kapcsolatban, főleg nekik próbálnak segíteni a programmal. Ibrányból érkeztem, és azért jöttem ide, hogy szakmát tudjak választani a továbbtanulás érdekében, mert még nem igazán tudom, hogy hova menjek tovább tanulni. A tanműhelyekben többek között a gépi forgácsoló, hegesztő, autóvillamossági szerelő, szakács és a CNC gépkezelő szakmákat ismerhetik meg az általános iskolások. Emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 20 éves kisvárdai és egy 47 éves biatorbágyi lakos ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint a 20 éves férfi szeptember 13-án a hajnali órákban egy kisvárdai ház udvarán előzetes szóváltást és dulakodást követően egy zsebkéssel hátba szúrta nevelőapját, majd társával tovább bántalmazta a sértettet. Az elkövetők az időközben maga tehetetlen állapotba került 49 éves férfit egy gépkocsi csomagterébe tették, majd Kisvárda külterületére szállították, ahol kitették és magára hagyták. A sértettet 8 napon túlgyógyuló életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, a nyomozók a gyanúsítottakat elfogták és bűnügyi őrizetbe vették. Több mint 2350-en vettek részt a Sérült Emberek Napján a Nyíregyházi Állatparkban. A programról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Több mint egy héten át tartó non-stop futással közel 1300 kilométer teljesített hídvégű Üstös Pál futótársaival a Tisza töltésén egy 350 méteres szakaszon Záhonynál. Az ultrafutókhoz az Együtt Kárpátaljáért programban többen is csatlakoztak.
Egy pontot szerzett a Kisvárda Master Guda labdarúgó NB2 hatodik fordulójában. Sós Imre együttese az Ajkát fogadta, és a mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. A tabellán 8 ponttal a 8. helyen álló Kisvárda szombaton Sziget-Szent Miklósra látogat. Több mint 2350-en vettek részt a Sérült Emberek Napján a Nyíregyházi Állatparkban. A rendezvényt idén is az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete szervezte. A rendezvény fő célja, hogy a fogyatékkal élők szabadidős és az egészséges életmódot népszerűsítő programok keretében ismerkedjenek meg az állatvilággal. Izgatottan várakoztak a Nyíregyházi Állatpark előtt a fogyatékkal élők és kísérőik a Sérült Emberek Napja alkalmából szervezett Ez a mi napunk című rendezvényen. A megnyitón elhangzott példaértékű, hogy az évről évre megszervezett találkozót a nyíregyházi és a megyei önkormányzat mellett sok cég és önkéntes is támogatja. Az idei központi téma az egészséges életmód volt, ezért a napot mozgással, különböző aerobik gyakorlatokkal kezdték a résztvevők. A testi-lelki egészség az meg lehet azon kívül is, hogy valaki valamilyen intézményben van, vagy valamilyen értelmi sérüléssel rendelkezik. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és körülbelül 2350-en regisztráltak, de ezen kívül még vannak olyan családok, akik maguk jöttek el, tehát nem is regisztráltak, még nem tudjuk, körülbelül általában 3000-en szoktak eljönni. A fogyatékkal élők és kísérőik idén is egy egész napot tölthettek el a Nyíregyházi Állatparkban. Második alkalommal vagyok itt, nem számoltam meg, de minden évben eljövünk, amikor ez a rendezvény van, és azért szeretem, mert nagyon sok embert láthatok, szeretem az embereket, és itt összefuthatunk olyan ismerősökkel, akiket régen láttunk. És az állatokat is nagyon-nagyon szeretem, és ingyen bemehetek egy állatkertbe, ami gyerekkoromban nem volt meg. Az Ez a mi napunk című rendezvényre a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztek, de jöttek a Tiszántúról, valamint Romániából és Ukrajnából is. Több mint egy héten át tartó non-stop futással közel 1300 kilométert teljesített Hídvég Üstös Pál futótársaival a Tisza töltésén, egy 350 méteres szakaszon Záhonynál. A kivételes fizikai és mentális teljesítménnyel Kárpátalja nehéz gazdasági helyzetére, a turizmus fontosságára és a határok átjárhatóságára kívánták felhívni a figyelmet. Az ultrafutókhoz az Együtt Kárpátaljáért programban többen is csatlakoztak. A kitűzött célt teljesítve 9 napon át közel 1300 kilométer távot és több mint 13000 méter szintkülönbséget hódítottak meg a folyamatos váltófutással a töltésen húzódó kerékpárút egy kijelölt, a lezárt Tiszahíd és a Gátőrház között elterülő 350 méteres szakaszán a Záhonyi határátkelőn. A 4 órás váltásokban futó 4 ultrasportolóhoz környékbeli sportcsapatok, iskolák diákjai, kárpátaljai sportolók is csatlakoztak hosszabb, rövidebb távokra. Ugye több mint közel 1300 kilométer, a szintkülönbség az majdnem 2 Everest, úgyhogy én azt érzem a lábaimon, az ízületeimen, amit még soha, mert én rengeteg évente 5-6 ezer kilométer szoktam futni, hogy a jobb lábfejem sérült meg, illetve a bal térdem, illetve több olyan izomcsoportom, amit valóban korábban nem éreztem. De valóban nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy az összefogás, határokon való átjutás, a nemzetek közötti barátság mindennél fontosabb. Én nem szoktam csak úgy futni, ha nincs cél egy-egy program mellett, és jövőbe sem fogok. Minden ötlet futás közben jön, és igyekszek minél előbb megvalósítani. Bacskai József, ungvári magyar főkonzul történelmi jelentőségűnek nevezte ezt a kezdeményezést, hiszen a független Ukrajnában 25 év alatt ilyenre még nem volt példa. Ez egy különleges sportteljesítmény volt valóban. Gyakorlatilag a 137,5 kilométeres határ mentén a 3-as határponttól futottak végig a sportolók, és bizonyították azt, hogy a határok szabályszerűen határátkelőkön átjárhatók, és abban bízunk, arról tárgyalok az ukrán partnerekkel, hogy új határátkelőket nyissunk
Nagyhodosnál, Nagypaládnál, illetve más pontokon is, illetve a határátkelőket fejlesszük. Hamarosan az M3-as a határnál lesz, a határátkelőt fejleszteni kell. Ez a futás teljesítmény mindkét oldalról bizonyította azt, hogy van együttműködési lehetőség a két ország között. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnöke a befutó ünnepségen elmondta, a hasonló tettek a közös Európai Uniós lehetőségek kihasználására is megnyitják az utat a két ország között. Ugye maga a cél az volt, hogy a Kárpátalján élőknek a helyzetére fejjük a figyelmet, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez többszörösen sikerült, és aminek külön örülök, hogy emellett valóban tudunk majd olyan tartalommal megtöltendő társulásokat is létrehozni majd, mint például az Európai Terület Társulás, amelyben Ukrajna és Magyarország partnerként az Európai Uniós forrásokat felhasználva tud majd olyan programokat megvalósítani, amelyek ténylegesen tudnak majd tenni azért, hogy a Kárpátalján élőknek a helyzete sokkal jobb legyen, és emellett ezzel párhuzamosan természetesen a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élőknek a helyzete is sokat javuljon. Hídvégi üstöspár következő futó célja Afrikába vezet, ahol a Nílus menti környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. Egy pontot szerzett a Kisvárda Master Gúda a labdarúgó NB2 hatodik fordulójában. Sós Imre együttese az Ajkát fogadta, és a mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. A tabellán 8 ponttal a 8. helyen álló Kisvárda szombaton Szigetszentmiklósra látogat. Két hasonló mutatóval rendelkező csapat lépett pályára a hatodik fordulóban, és a mérkőzésen történtek igazolták is, hogy nagyjából azonos játékerőt képvisel a két együttes. Az első percekben cseri beindulásai teremtettek némi veszélyt a vendégek kapuja előtt, de igazi gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk a hazaiaknak. Az Ajka az első félidő közepén járt legközelebb a gólhoz, Wittmann labdája azonban elcsúszott a bal kapufa mellett. A második 45 percben sem változott a játékképe, mindkét csapat zártan védekezett, így a találkozó gól nélküli döntetlen lenne zárult. A Kisvárda sorozatban negyedik meccsét hozta le kapott gól nélkül. Tudtuk, hogy egy rendkívül mélyen védekező és kellő agresszivitással játszó csapat lesz ma az ellenfelünk. Nem sikerült őket feltörni, hiszen ez volt egyértelműen a célunk, hogy minél előbb próbáljunk meg gólt szerezni. El kell ismerni, hogy ezen a mérkőzésen igazi gólhelyzetet nem is tudtunk kialakítani. Kétszer vertük meg őket azon az oldalon, ahol mi terveztük, de azok a helyzetmegoldások, amik esetleg gólt eredményezhettek volna, azok rossz döntések kiváltak, elmaradtak. Én úgy gondolom, hogy igazságos eredmény született. A vendégek edzője szerint is reális eredmény született a mérkőzésen. Mind a két csapat felkészült a másikból, nyilván ismerjük egymást, mint csapatot, nézzük ugye a mérkőzéseiket, úgyhogy mindenki tudja, mely csapatnak mi az erőssége, mi a gyengéje. Én is úgy gondolom, hogy a Várda tudta, hogy mi vagyunk erősek, azt ugye Tomasznak a játékát kivették. Mi is tudtuk, hogy erősek az elején, mondjuk a Cseri egyszer-kétszer megvert bennünket, de utána tudtuk semlegesíteni. Az erős Gabi szerintem ma nem játszott olyan jól, mint az előző mérkőzéseken szokott, úgyhogy ezzel valamilyen szinten tudtuk semlegesíteni a Kisvárdának az erősségeit. A forduló további eredményei: Soroksási Jófok 1-1, Sopronvác 1-0, Budaörs Gyirmót 4-1, Szeged-Sziget-Szentmiklós 3-2, Szolnok-Dunaújváros 1-1, Csákvár-Mezőkövesd 1-3 és Zalaegerszeg-Balmazújváros 2-0. A tabella élén a 14 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve az egyaránt 13 pontos Zalaegerszeget és Budaörsöt. A 8 pontos Kisvárda a 8. helyen várja a szombati Szigetszentmiklósi vendégjátékát. Rendhagyó labdarúgó mérkőzés helyszíne lesz pénteken a gyulaházi futballpálya. 15 órától a magyar görög-katolikus pap válogatott a magyar jogász egylet paragrafus kupa válogatottal méri összetudását. Az eddigi 4 találkozón egy döntetlen mellett 3-szor a jogász válogatott győzött. Röviden mi papi foci eseménynek hívjuk, a magyar jogász egylet válogatottja, megyei válogatottja, tehát a bíróság, az ügyészség, a NAV, illetve az ügyvédség képviselői férfiakból álló válogatott, illetőleg a görög-katolikus egyház által delegált, mind magyarországi, mind határon túli papokból álló válogatott mérkőzik meg Gyulaházán délután 15 órakor. Ez már az 5. rendezvényünk, tehát már egy hagyományosnak mondható közös megyebeli, de határokon túlra is kiterjedő rendezvényre számítunk. Illetőleg ehhez a futballrendezvényhez csatlakozik szakmai bemutatóval, előreláthatólag a megyei főkapitányság rendőrségi bemutatóval, illetőleg a megyei büntetésvégrehajtási intézet szintén bemutatóval.
Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. A Nyírbátori térség 33 településének közel 1700 vállalkozását segíti információval az újonnan megnyitott Nyírbogáti Széchenyi programiroda. Magyarország az Európai Strukturális és Befektetési Alapokból finanszírozott programokra 1200 milliárd forintot kap a 2014-2020-as uniós ciklusban, amelynek 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítania. Mintegy 1500 hallgató kezdi meg tanulmányait a Nyíregyházi Főiskolán a 2015-16-os tanévben. Az intézmény vezetője, egyben általános rektorhelyettese dr. Kiss Ferenc ünnepi beszédében arról szólt, hogy a fiatalok gondolják végig, milyen világot szeretnének megélni, hiszen az ő feladatuk lesz azt felépíteni. Mintegy 500 diákot várnak a Mi a pálya című pályaválasztást segítő program sorozatra szeptember 14-e és 21-e között a Nyírvidék TISZK területén Nyíregyházán. A továbbtanulás előtt állók megismerkedhetnek a megyében választható szakmákkal, és tanácsokat is kaphatnak a szakemberektől. A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Délnyugat felől változó nedvességtartalmú, egyre melegebb levegő érkezik fölénk, éjjel többször erősebben megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat, a délkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható, elszórtan zápor, akár zivatar is kialakulhat. A déli szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hét végéig többnyire napos, nyáriasan meleg időre van kilátás, legfeljebb szerdán lehet egy-egy zápor. Vasárnap egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is várható majd, és ezzel együtt számottevő lehűlése is számítani kell.